A Szokratív.com-on egy olyan alkalmazást találunk, amelynek segítségével tesztkérdéseket, feladatokat lehet készíteni, és különböző eszközökre elküldeni, és az eredményeket, a tanulók eredményeit pedig utólag értékelni. A nyitólapon, a www.szokratív.com-on háromféle lehetőség közül választhatunk. Van a diák belépés, a tanár belépési lehetősége, illetve a tanári regisztráció, ugyanis a diákoknak tulajdonképpen nem szükséges regisztrálni, hiszen a tanár a regisztráció után kap egy osztályterem számot, amely tulajdonképpen azonosítja a tanárt a diákok irányában. A regisztráció során meg kell adni természetesen az e-mail címünket, egy megfelelő jelszót. Kattintunk arra, hogy egyetértünk a különböző szabályokkal, majd erre a Submit gombra kattintunk, és ekkor a regisztráció következő szakaszába jutunk. Tulajdonképpen megtörtént a regisztráció, kaptunk egy kódot, ami itt fölül található, ez a tanári szobaszámunk tulajdonképpen. A tanári felületre való belépés után egy csempékből álló menüszerkezet fogadja a látogatót, amely nagyon hasonlóan néz ki mobileszközökön, mobiltelefonon és tableteszközökön, valamint természetesen számítógépen. A zöld színnel jelölt csempék akkor használatosak inkább, ha már rendelkezünk elmentett kvízekkel, így első lépésként a Manage Quizzes menüpontot választjuk, és létrehozzuk első quiz kérdéseinket. A plusz jelre kattintva a Create Quiz menüpont segít ebben, ahol elsőként címet adunk a quizünknek, jelen esetben ez a fővárosok lesz. Alatta látható a shared felirat, ez azt jelenti, hogy jelenleg ez a quiz publikussá válik, és bárki ennek a kódszámnak az ismeretében beolvashatja és saját maga felhasználhatja. Ha ide kattintunk, akkor a nagy shared felirat látszik, és ekkor privát módba kerül a quiz kérdésünk, illetve a tesztsorunk. Jelen esetben inkább publikust választok. Az add tag, a címke hozzáadását azoknak ajánlom, akik mondjuk az amerikai oktatási rendszer szerint szeretnék besorolni a quiz kérdéseiket. Jelenleg ez a rendszer egy kicsit bonyolult a hazai felhasználók számára. Az add question három lehetőséget tartalmaz. Az egyik a többszörös választás típusú tesztkérdés, a következő az igaz-hamis típusú kérdés, és a rövid válaszos kérdés. Kezdjük egy többszörös választásos kérdéssel, ahol a kérdést meg is írhatjuk. Mi Svájc fővárosa? Minimális formázási lehetőségeink vannak. Fontos, hogy indexet is lehet írni, tehát a matematika vagy a természettudomány számára ez jól használható. Megadjuk a válasz lehetőségeket. És kijelöljük a helyes választ, ugyanis a program csak ekkor fogja tudni kiértékelni, hogy a diákok által adott válaszok közül melyik helyes és melyik helytelen.
további kérdéseket lehet hozzáadni, illetve bizonyos kérdéseket törölni lehet, amennyiben ez indokolt. Ebben az esetben például 4 kérdésesre csökkentettük, 4 válasz lehetőségre csökkentettük ennél a kérdésnél a lehetőségek számát. Amennyiben szükséges, magyarázatot lehet csatolni a kérdéshez a jobb megértés érdekében, vagy pedig kép is csatolható. A következő kérdés nagyon hasonlóan működik. Itt is megadjuk a lehetőségeket, a válasz lehetőségeket. Amennyiben szeretnénk más típusú kérdést is használhatunk. A rövid válasz esetében természetesen szöveges visszajelzést várunk a tanulóktól. Amennyiben úgy érezzük, hogy készen vagyunk, akkor a Save and Exit gombra kell a jobb felső sarokba kattintani, és visszajutottunk a nyitólapunkra, de már a Manage Quizzes-nél, a My Quizzes-nél szerepelnek saját quizek, jelen esetben itt az előbb használt témában, a fővárosok témában már van egy quizünk. Ha rákattintunk, akkor lehet látni, hogy ezt duplikálni lehet, ez akkor hasznos, hogyha nagyon hasonló típusú szerkezetű válaszok vannak. Tesztfeladat sorokhoz nem csupán úgy juthatunk, hogy saját magunk készítünk kérdéseket, hanem a mások által publikussá tett kvízekből is válogathatunk. Ez akkor lehetséges, amennyiben ismerjük egy mások által készített és publikusan megosztott kvíz sorszámát, ekkor beírva a megfelelő számokat a itt látható sorba, az Import Quiz gombra kattintva, a program azonnal importálja és behívja a kvízt, amely már a My Quizzes pont alatt meg is jelenik, úgy kezdődik, hogy copy of, tehát valamilyen már meglevő kérdéssornak a másolatát kaptuk meg. Jelen esetben matematikáról van szó, matematikai tesztkérdésekről. Amennyiben szeretnénk azt szerkeszteni, meg is nyithatjuk. Itt látszanak a kérdések. A quiz kérdések között van egy másik is, például ez a Harry Potterrel kapcsolatos, ezt is tovább szerkeszthetjük. És ahogyan itt lehet látni, az egyes kérdésekhez képeket is lehet csatolni. Amennyiben rendelkezünk már elkészült quiz kérdésekkel, akkor a nyitólapról egyszerűen a Start a Quiz menüpont segítségével küldhetjük el kitöltésre azt a diákok számára. A diákok a kvíz elindítása után beírhatják a tanár szobaszámát, és kapják is a kérdéseket, attól függően, hogy a tanár milyen beállításokkal indította el itt a Start gomb lenyomása után az adott kérdéssort. 3 lehetőség közül lehet választani. Az első, amikor a tanuló a saját ütemében halad, és minden kérdés után megtudja, hogy
milyen volt a válasza, helyes vagy helytelen, és haladhat tovább. A következő lehetőség azt jelenti, hogy szabadon mozoghat a kérdéssorban a diák, ki is hagyhat akár kérdéseket, tehát teljesen szabadon használhatja a kérdéssort. A harmadik lehetőség pedig azt jelenti, hogy a tanár kattint mindig a következő kérdés felbukkanásához, tehát ez egy tanári irányítású kvíz lesz tulajdonképpen. Egyéb beállítások is vannak itt, tehát tegyük vagy ne tegyük láthatóvá a diákok nevét, keverje-e össze a válaszokat a kérdés feltevésekor, illetve visszajelzést kapjunk-e a diákoktól a kérdésekhez közvetlenül. A kérdés sor elindítása után tulajdonképpen a diák képernyőjén megjelennek a kérdések, és ő azonnal válaszolhatnak is. A tanár nyomon követheti, hogy a kvíz, amely éppen folyamatban van, és ez itt pirossal a jobb felső sorokban látszik is, éppen hogy áll, kik azok, akik válaszoltak, kik azok, akik beléptek, és a diákok helyes vagy helytelen választ adtak. A tesztek kitöltése közben akár nyomon követhetjük azt, hogy a tanulók helyes vagy helytelen válaszokat adtak, illetve milyen arányban adták ezeket. Amennyiben a kvíz lezárul, a finish gombot kell megnyomni, és ekkor dönthetünk, hogy milyen formában szeretnénk megkapni az eredményeket, tehát kérhetjük azt, hogy e-mailen érkezzen meg, vagy pedig akár azonnal le is tölthetjük, megjelölhetjük, hogy az egész osztály eredményeit Excelben kérjük-e, vagy egy-egy diák eredményeit PDF-ben, illetve a kérdések eredményeit PDF-ben szeretnénk megkapni. A nyitólapon lehetőségünk van a már elmentett kvízeink elindítása mellett azonnali kérdést is küldeni, ez a Quick Question menüpontban található. Itt nem kell a program számára megadni, hogy mi a kérdés, hiszen a kérdés a tanórán hangzik el élőben. Itt csak kattintunk a megfelelő kérdés típusra, és a diákok eszközein azonnal megjelenik az adott mező, amiben ők akár választhatnak bizonyos lehetőségek közül, A, B, C, D. Ekkor a tanár mondja meg szóban, hogy mi az A, mi a B, mi a C, stb. Vagy igaz-hamis, vagy pedig rövid szöveges válasz lehet. Így néz ki mondjuk az igaz-hamis eset. Exit ticket az egy olyan lehetőség, ami azt jelenti, hogy a tanóra végén a tanár feltehet bizonyos kérdéseket arra vonatkozóan, hogy a diák mennyire értette meg az adott tananyagot. Ezek a kérdések előre be vannak építve a rendszerbe, tehát például az, hogy mennyire értette meg a mai óra tananyagát az adott diák, mi az, amit tanult ezen a mai tanórán, illetve egy adott kérdést, amit feltesz a tanár a helyszínen, azt itt meg is válaszolhat. A csoportos kvízeknél, vetélkedőknél nagyon nagyszerű lehetőséget nyújt a Szokratív a Space Race menüpontban, ahol kiválaszthatunk egy már létező kvízt, mondjuk itt ezt választjuk, meghatározzuk, hogy hány csoport, hány csapat fog játszani, akár színeket is választhatnak maguknak a gyerekek, akár a program is adhat színeket, és ekkor amennyiben versenyről van szó, érdemes a visszajelzést kikapcsolva tartani, és ekkor a kvízkérdések megoldása egy versenyzésé különböző színű rakéták előrehaladásával követhető versenyzésé fog alakulni.
a már lejátszott kvízek vetélkedők eredményeit bármikor vissza lehet nézni a Manage Quizzes menüpontban a Reports menü kiválasztásával. Itt különböző kvíz típusok, kérdéssor típusok szerint érhetők el az eredmények, és utólag is lehetőség van arra, hogy a diákok teljesítményét akár egyénileg is megnézzük, ez lehetőséget ad esetleges differenciálásra is, vagy esetleges hibák, problémák kiszűrésére és későbbi kezelésére is.